Köszöntöm nézőinket az ismerős mai vendége, Kovács Tibor, a Szent Gál Pincészet képviselője, vezetője, ügyvezetője, igazgatója. Mi a helyes titulus? Én is köszöntöm a nézőket, és hát a helyes titulus az a tulajdonosa, ugyanis igazából ügyvezető nem vagyok, a feleségem az elnök a cégben. Tibor és kedves felesége Kupa Eniko sokak számára ismerős lehet most már, itt Szexáron és környékén. Közel egy év azt hiszem az az időszak, amikor feltűntek itt a vidékünkön, és hát sok helyütt megmutatkoztak, és elmondták a véleményüket, ami talán itt Szexáron, ugye első hallásra meghökkentett bizonyos területen bizonyos embereket, de mindenképpen jó hallani az ötleteket, és jó látni azt, azt, ami a Szent Gál pincészetnél történik. Hát hogy jött ez a nagy döntés, hogy Budapestről ide, vidékre, egy pincészetre kerüljön át a székhely? Hát én eredetileg egyébként vidéki vagyok, 60-ban születtem, és hát a, az ötlet az tulajdonképpen úgy jött, hogy a feleségemmel megismerkedésünk óta a, a gasztronómia a bor szerelmesei vagyunk, és hát rengeteg Túrát szoktunk tenni Nyugat-Európában, ilyen gasztronómiai meg és nagyon sok olyan helyet láttunk, amilyen, amilyen úgy neveznek még Olaszországban, hogy agriturizmó, ami nálunk tűnik meg falusi vendéglátásnak lehetne fordítani, csak egy ilyen kicsit magasabb emelt szintű falusi vendéglátás, amikor a bor, a helyi gasztronómia és a turizmus nagyon jól egymásra talál, és ezek nagyon-nagyon kellemes helyek, és mindig irigyeltük az olaszokat, hogy ez, ez, milyen jó működik náluk, és hogy mennyire jól tudnak szolgáltatni, és hogy álmodoztunk, hogy fú, egy ilyet kellene Magyarországon egyszer csinálni nekünk is, hogy, hogy mi is mi is nagyon szeretjük a bort is, meg a gasztronómiát is, és hogy valami ilyesmit. És amikor megláttuk ezt a Szent akkor mondtuk, hogy fú, ez pont olyan, amilyen, amilyenek kint vannak. Persze ott dögivel van, tehát rengeteg van belőle. És mondjuk Magyarországon relatíva kevés, és akkor mondtuk, hogy fú, ez kell, meg kell nekünk szerezni, és kell egy ilyet kiépíteni, egy ilyen agriturizmú jellegű dolgot, ami, ahol megpróbáljuk a vidék gasztronómiáját, meg a borát valamilyen módon egy ilyen általunk elfogadható, vagy általán jónak ítélt keretbe foglalni. Szerelem volt első látásra, vagy azért tudatos is volt a szexárdi borvidék, azért elég jó nevű borvidék, tehát valahol ez a kettő találkozott? Hát a kettő találkozott, mert kétségtelenül a hely az nagyon-nagyon tetszett, de a szexádi borvidéket tartottam a legpotenciálisabb magyar borvidéknek. Ugye hát történetileg teljesen egyértelműen ugye szexárd a vörös borvidék Magyarországon. 2000 éve termesztenek itt szőlőt, és hát gyakorlatilag a, a vezető vörös bortermő területe volt Szekszárd a folyamán Magyarországnak. Sajnos ez a szocializmus alatt egy kicsit máshogy alakult, és az új feltámadásban szexárd később lépett valamennyivel, de én úgy gondoltam, hogy pont ezért 600 sokkal potenciálisabb, mert egy alacsony fejlődési fokon van, de nyilvánvalóan a véki fejlete az, az, magasabb lehet, mint a, a többi vörös volt termővidék, és én azt gondoltam, hogy szexár ez egy jó befektetés lehet. Nagyszerű pincészetek vannak ugye Szexárdon, e, kialakult nézetek. Milyen volt az, amikor először idejöttek és mondjuk találkoztak másokkal, vagy éppen elmondták a véleményüket? Ugye sokszor halljuk, hogy nem mindig könnyű az idegen befogadni. Mennyi idő kellett ahhoz, hogy talajra, barátokra, elfogadókra lejjenek? Hogy hát ment ez? A helyzetünk az elég speciális nyilvánvalóan. Egyrészt sok boros gazdát, azt ismertünk, sok borászt korábbról mert nyolc éve szerveztünk már borkostolókat, és hát gyakorlatilag minden komolyabb borászhoz az volt a vendégünk. Ezeken a borkostolókon, illetve egy másik kereskedő cégben nekem volt tulajdon illetve ott voltam ügyvezető ilyen boros cégben, és ott azon keresztül is azért elég sok gazdával voltunk kapcsolatban. Nyilvánvaló, nyilvánvalóan, hogy szexárdi az, az, az nehezen lehet az ember, hogyha nem itt született, de hát ez persze így van minden vidékkel. Hát ö, mindenki ugye ezt mondja, a nagy a széthúzás, és hogy, ö, hogy mindenki a saját ö, életével van elfoglalva, de én azt gondolom, hogy ez ö, nem teljesen állja meg a helyét, mert általában azért a, a, az emberek mindenhol valamilyen szinten a saját dolgokkal vannak elfoglalva, és mindenhol széthúznak. Ö, szexárd földrajzilag sokkal tagoltabb, mint mondjuk mondjuk villány, és emiatt nehezebb helyzetben van, de szerintem a, a borászok széthúzása az, az, az nem nagyobb, csak hogy úgy mondjam, később találtak egymásra, tehát most kezd valamiféle közös cselekvés kialakulni, de igazából ez szerintem nem egy annyira ilyen valamilyen lelki alkat kérdése. A beilleszkedés az pedig ugye akkor tudnám megmondani, hogyha nagyon sokat lennénk itt. Senkivel nincsen konfliktusom, vagy ilyen komoly problémám, sőt a, a, bárki, akitől segítséget kérek, az mindig mindenben segít úgyhogy nem is pontosan értem ezt a széthúzást, mert tényleg mindenki nagyon segítőkész, és nyilván, hogy rólam is kialakult egy vélemény, nekem is van vélemény emberekről, de nem mondanám, hogy ez, ez, ez valami, tehát én se félek attól, hogy mit gondolok rólam, de én nekem sincs olyan negatív véleményem semmiről. Hadd legyek egy kicsit bulvár jellegű, összesuktak a hátam mögött, hogy a kupa veje biztos, van. hogy, de ilyen biztos, hogy van, igen, hogy a kupa velje, sőt, hát, bizonyos szempontból nyilván vissza is hallja az ember ezeket, de hát, hát ilyen az élet másról is összesúgnak, hogyha ha ilyen, uh -huh. ilyen, van. Úgyhogy ez, ez nem annyira a nem... család akkor már egy kicsit áttérve például, hogy fogadta -e ezt, amikor azt mondták a feleségével, hogy kinéztük ezt a kis birtokot, megvesszük, Fejükhöz kaptak, azt mondták, hogy igen, ebben lehet valami jó üzleti lehetőség, valami profit. Mi volt, támogatólag álltak az ügy mellé, vagy inkább azt mondták, hogy nem hiányzik már ez nektek? Hát igazából támogatólag álltak hozzá, de mondjuk egy ilyen mezőgazdaságok kapcsolatú befektetésnél azért jó sok rizikófaktor van, meg ugye hát azért most mondjuk én meg is tapasztaltam ebbe az évben az időjárás nekünk nagyon rosszul alakult a, a, a mi területeink illetően nem, nem minőségek, hanem mennyiségének. <laughs> Tehát nem sok lett nekünk, mint általában nekem nagyon kevés. De e, nyilvánvalóan e, megkérdezték, hogy jól átgondoltuk ezt az egészet. Egyébként inkább a feleségem enyhül, az, aki e, mondjuk nem racionálisabb, és ő óvott bennünket ettől a befektetéstől, de hát végül is aztán úgy gondolom, hogy hosszú távon mindenképpen ez egy jó dolog. Mi volt a legfontosabb szempont, amikor úgymond lejöttek és elkezdtek itt dolgozni? Mit tartottak legfontosabbnak? Én gondolok most valamire, ami ez a válasz lesz. Hát én én akkor elmondom, hogy én arra gondolok, hogy itt mindenképpen a, a, a köztudatba való beépülés, a megjelenés, a marketing az, ami nagyon megváltozott. Tehát olyan kis fogások, olyan reklám felületek helyek, például a Budapesten járva, és a Badarka plakátba ütköztem. Ez mindenképpen jó, pozitív. Hát igen, legfőképpen egyébként a borminőség volt az egyes számú szempont számunkra. Az, hogy a korábbi borok között, ha bár voltak olyanok, amiket jónak tartottunk, de semmiképpen sem a mi ízlésünknek megfelelő borok voltak, és azt gondolom, hogy nem is a nemzetközi standardoknak, vagy nemzetközi elvárásoknak megfelelő borok voltak. Tehát elsőként mindenképpen a, a bor minőséget szeretnénk ö, javítani, tehát ez egy folyamatos dolog. Illetve nyilvánvalóan a borban az a borért valamit, aminek van valami egyedisége, valami arculata, legalábbis mi azokat szeretjük mindenképpen. És mindig azt mondom, hogy mi szenvedélyes emberek vagyunk, ezért valamilyen módon szenvedélyes borokat szeretnénk készíteni, és <tosz> olyan borokat akarunk ö, ö, mindenképpen készíteni, illetve hát ez is volt az eredeti elképzelésünk is, amiknek tényleg van valami egyediségük, valami arculatuk, mint például a badarka. Ami a badarka egy, tehát úgy általánosságban a kadarkáról Nekem van egy véleményem, ami nem biztos egyezik mindenkinek a véleményével, de én azt gondolom, hogy a kadarka akkor tudná megtalálni az igazi arcát, hogyha nem akarnánk belőle kabernét vagy kékfrankost készíteni, nem akarnánk egy sötét színű testes bort előállítani belőle, amire ugye alkalmatlan, csak úgy alkalmas, hogyha valamivel házasítjuk, tehát vagy adunk hozzá kabernét, vagy kékfrankost, vagy bíbor kadarkát, vagy valami olyat, amitől testesebb lesz hanem adjunk neki egy olyan arcot, ami ilyen ő maga, ami ilyen a gyümölcs. És a badarka úgy gondolom, hogy ezt hozza ki ebből a gyümölcsből. Tehát ezzel az egész fűtös erjesztés, amivel készítjük, <coughs> még inkább a másik irányba megy el, mint a, a, amit elvárnak tőle az emberek manapság. Még inkább világosabb, még inkább gyümölcsösebb. És én, én úgy érzem, hogy itt találhatná meg a kadarka a világpiacon is a helyét, hogyha azt hozná, amit ő, ő tud. Ilyen mondjuk a nem akarom külföldi borokhoz hasonlítani, mert az már egyből skatuját tesz rá, de az a baj, hogy máshogy nem tudom megvilágítani, a Pinot noir sem akart soha kabernél lenni. Egy Pinot noir az mindig világos, mindig könnyű, nem tanninos, gyümölcsös, egy sajátos világa van. A kadarka is szerintem akkor találná meg a helyét a világpiacon, hogyha, hogyha ilyen akarna lenni és ahogy mondtam az elején, nagyon sokat gasztrotúrázunk Nyugat-Európában, mostanában már szoktam vinni a, a borunkból, tehát a 2003-as kadarkát például szoktam vinni, és uh, nyilvánvalóan <kümk> egy ilyen típusú bornak egy magasabb gasztronómiában meg lenne a helye, mert uh, uh, ilyen típusú borokat, uh, tehát ilyen típusú bor nehéz máshol előállítani. Magyarországon lehet, uh, kétségtelenül, de uh, azt nem akarom állítani, hogy a kadarka lesz a nagy áttörés Magyarországnak, ugye is hektár, van 30 hektár szexárdon, tehát komoly talán az egész. Nem lehet 30 hektárral meghozítani a világpiacot, de minden esetre kuriózumként, érdekességként sokkal többre tartom, mint, a, mint mondjuk egy kabernét vagy egy merlót, amivel ugye hát elég nehéz versenyezni. Egyébként a, a mostani trend a nyugat-európai gasztronómiában az ilyen magasabban pozícionált éttermekben, pont a helyi sajátosságoknak a figyelembevétele, a helyi sajátosságoknak a kidombolítása. Például Olaszország, amit nagyon szeretünk, ott felfedezték a régen csak igazából ilyen töltőgetőbornak, meg házasításra használt fajtákat, mint a néródiával, a primitivo, gréko, meg egy csomó más ilyen teljesen elfeledett szőlőfajtát, amit régen csak arra használtak, hogy erősítsék az északi borokat, Ma ezeket a, 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 a komolyabb éttermek polcai boros, borlapjai mindenhol meg lehet találni, sőt, ezeket szeretnék kidomborítani, mert mindenkinek elege van az uniformizált világpiacból. Az, hogy egy Ausztrál kaberné, az pont olyan, mint egy USA kaberné, vagy egy amerikai kaberné, vagy ö, pont olyan, mint egy délafrikai kaberné, és ezért minden magasabb gasztronómiába gondolkodó ember ö, visszafordult a a helyi sajátosságok felé, amiben könnyebben könnyebb tudunk beilleszkedni egy kadarkával nyilvánvalóan, mint egy, mint egy merlóval, mert abban azért elég komoly, komoly verseny van. De mondjuk ennyi, 30 hektárral nem lehet előrelépni, tehát ehhez kéne 3000 hektár mondjuk országos szinten. Ma egyébként az országban 930 hektár kadarka van, de annak a 90% az Alföldön, hogy ott, ott, könnyebben megél egy kicsivel a homok miatt, meg a szárazság miatt. 20, Hon... Nagyon elkalandoztam. <laughs> Honnan jött ez a szenvedély? Hát nem tudom, érdekes. Hát nyilvánvaló, hogy valahol belőlünk fakad. A... a Eredeti végzettség foglalkozás. Bölcsész. Bölcsész vagyok, aztán ilyen MBA-t végeztem, a feleségem ugye közgazdász. Még meg egy egyetem. Hát, Jön a gasztronómia e, igen. és a bor. Hát nem tudom, ez valahogy ilyen belső Péztetés nem tudom, miért. pedig, ugye hát kövérse vagyok, de de sokat eszem és hát én elég sokféle bort kóstolok, és nem tudom megmondani, hogy honnan jön ez valami fajta ilyen narkotikum pótló dolog vagy valami, valami lelki kérdése. Mennyire fordította fel az életüket ez a szexárdi pincészet illetve hát a Szentgál pincészet mennyire? Vannak szétszabdalva most a napok, a hetek, hogy működik egyáltalán ez, hogy valaki, Igen. hát még ott is van, de már itt is? Ez egy elég komoly kérdés egyébként, kétségtelenül. Az eredeti tervünk ugye az volt, hogy majd lesz itt egy jó birtokigazgató, és akkor az ugye elrendezget a dolgokat, ugye ez az, ami nem jött be igazából, ezzel kudarcot vallottunk, és akkor nyilvánvalóan magunknak kell, amit csak lehet megtenni, mert akkor nem olyan irányba mennek a dolgok, ahogy mi szeretnénk. És én, én, én azt szoktam mondani az embereknek, hogy nekem mondjuk a Szent Gákostei esetében, engem az nem érdekel, hogy egy vendégnek ízlik-e, vagy megfelele az a szolgáltatás, amit éppen nyújtanak. Mert a vendég lehet, hogy éppen udvarias, vagy nem érdekli, vagy csak jól akarja magát érezni. Nekem az, hogy nekem is jó legyen és akkor vagyok elégedett, hogyha nekem is megfelel, nem csak hogy a vendégnek. <kül> és hát, hogy nyilván, hogy azt az ember elérje, ahhoz azért itt kell lenni. Kétségtelenül, hogy, hogy az emberek van egy kialakult életformája az otthonában, meg vannak a szokásai, hogy hova jár időnként sportolni, barátokkal vacsorázni este Mondjuk ez kétségtelenül keresztül húzza ez a szexárdi dolog, és mondjuk ezek a nehezebb részei. Viszont a, a másik része meg ugye a, a, az a szépség, hogyha, hogyha valami olyan, olyan tudunk alkotni, amit, ami nekünk tetszik, és hát ugye van egy fajta otthonossága már számunkra ennek a helynek, tehát hogy itt is a, az otthonunk van. De mondjuk ez csak akkor, akkor domborodik ki, ha több napot is el tudunk itt tölteni. Úgyhogy ha lejövünk egy fél napra, akkor az, az nem az igazi otthon. De el tudják azt képzelni, hogy mondjuk egyszer hátrahagyva a főváros zaját, ilyen szépen fogalmazva ide letelepednek, és akkor csak itt, csak ennek? Ö, hát nem tudom, most nem tudom elképzelni, de az biztos, hogy ha mondjuk gyerekeink lesznek majd, akkor, akkor biztos, hogy hosszabb időt is el fogunk tudni itt tölteni. Most ez, ez, egy kicsit távolinak tűnik, mert otthon is azért mondjuk Budapesten sem a város élünk, tehát mondjuk egy nagyon csendes helyen lakunk, meg mégis az tehát nagyon otthonos helyen élünk, tehát nagyon szeretjük azt, és mondjuk ott sem érezzük azt, hogy a város vagyunk, úgyhogy ez egy kicsit ilyen ellentmondás, de mindenképpen családdal, meg barátokkal, minél többet igyekszünk lejönni, és mondjuk ez úgy sikerül, és most is hétvégén itt lesz éppen egy ilyen családi összejövetel disznóvágás. Szóval mindenféle ilyet, ilyet uh, igyekszünk, uh, hogy, hogy, itt is otthon érezzük magunkat, de egyébként otthon is érezzük ma már magunkat. Eleinte nagyon fura volt, és uh, nem is... Mi volt a -e legfurcsább itt? Hát a, az, hogy egyáltalán ez a most a miénk, ugye ez nagyon fura volt. Tehát, hogy, 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 hogy akkor ott, 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 ott benn voltunk uh, kint Szent Gálon, és akkor ott, hogy olyan az egészen fura volt. <kül> De aztán tényleg egy, egy fél év alatt, év alatt ilyen nagyon otthonossá, otthonossá vált az egész. Most biztos, hogy ha nagyon sokszor kell eljönnünk, tehát pláne úgy, hogyha egy héten mondjuk meg kell jönni háromszor, de nem egy húzomba, akkor az, az nagyon kellemetlen, főleg uh -huh. azt a vezetést után. Uh -huh. Az már inkább terhes. Igen. Mik a, a, a célok? Tehát gondolom, hogy azért leültek, ö, ö, megbeszéltek valamit, hogy, hogy ennek jó lenne, ha ez lenne a gyümölcse, ha itt ez ki tudna alakulni. Mi az, ami belátható, amit elvárnak ettől a befektetéstől? Hát ugye először is az, hogy majd legyen nyereséges egyszer. Ugye ez a cég, ez, hát a, nem tudom, hogy volt-e valaha nyereséges, de minden esetre nagyon-nagyon komoly veszteségeket halmozott fel, és ö, Hát elég komoly veszteséget termelt a múlt évben, az az előtt évben is, több tízmilliós nagyságrendűeket. Ez az év, ez azt mondom, hogy már jobbnak mondható, ugye említettem ezt a nagyobb időjárásból fakadó kárunkat, mondjuk ezt leszámítva jobbnak mondható, az értékesítés mindenképpen nagyon pozitívan alakul és hát a költségeket is elég jól tudtuk kontrollálni. Még az, az igazság, hogy az a nagy bánatunk, hogy még nem tudtunk kijönni azokkal a borokkal, amiket már mi is nagyon jónak tartunk, és azoknak még nincsen, tehát nincsen meg a, nincsenek is palackban, tehát még nem tudtunk vele előjönni, pedig az arra már büszkék lehetnénk, és azt szerethetnénk. Hát úgy gondolom, hogy szerintem mindenképpen ennek a cégnek már jövő évben nyereségesnek kell lennie, és lesz, akkor utána már lehet foglalkozni egy kicsit azt mondom, hogy az emelt szintűbb dolgokkal, tehát azzal, hogy a borok imidzsét még tovább javítsuk. Ugye az a baj, hogy a, a jó bornak nem kell cégét mondás van Magyarországon, ami ugye teljesen lehetetlenül nem állja meg a helyét, tehát ez, ez abszolút nonsens. Gyakorlatilag a, a, készíteti az ember a világ legjobb borát, azt valami fajta marketing. Jó, persze, lehet, hogy a marketing az abból áll, hogy a, az emberhez lejárnak a legnagyobb borszakértők, és azokat kóstolhatja, és ott meggyőzi őket, hogy az a világ legjobb bora. Akkor is, tehát mindenképpen imidzset kell építeni valamilyen módon egy bornak. Mert ugye az ízlés, mint olyan, például az, hogy a világ legjobb óra ilyen kifejezés elvileg ugye nincs is, mert egyik embernek ez a legjobb bor, másik embernek az a legjobb bor. Például az a bor, ami nekem nem tetszik a mi borraink közül, az egy francia kereskedő csapat volt itt, és nekik azt tetszett a legjobb, mert azt mondták, hogy ez az, amit Franciaországban ők nem találnak, és hogy és mondtam, hogy úristen, nekik ezt tetszik, tehát vigyék, hát, hogyha, ha nekik ez, ez, a jó. Tehát eleve ugye az ízlés is egy, egy nagyon relatív fogalom, de mindenképpen a bor az egy image termék egyébként teljes egészében, és tulajdonképpen nem bort vásárolunk, hanem image veszünk hozzá, veszünk vele. Ez az ausztráloknak például az óriási nagy sikere, hogy az ausztrálok ennyire jól meghódították a világpiacot gyakorlatilag néhány év alatt, mert ők a bort egy italnak kezdték el tekinteni, ami ugyanolyan marketingigényes dolog, mint a, a Bacardi, vagy a, bármilyen viszki. Üvegeik, ilyen széles szájú üvegek, ha jól emlékszem, tehát még az üvegforma is Mindenféle próbálkozunk. Van igen. ilyen is, aminek a teteje egy kicsit szélnyi. Nem de a hagyományos a... boros üveg. igen, azzal is próbálkoznak. de az a lényeg, hogy, hogy ők kezelték először a, a, a bor történelemben e, italként a bort, még Európában egy kicsit ilyen szakrális termék, amin, amit nem neveznénk ugyanúgy, mint egy egy, 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 viszki, tehát a viszki az egy viszki, de a bor az valami, az ilyen kicsit ilyen szentebb dolog, és ők ugye ezzel teljesen szakítottak, semmiféle borhagyományuk nem volt, nincsen borkultúra az országban igazán, most már persze kezd kialakulni, de a fogyasztás, meg minden az teljesen más. Azt mondták, hogy gyerekek, ezt el kell adni. Kész. Ezt eladjuk, és eladták ugyanolyan eszközökkel, és ma ugye már a negyedik legnagyobb exportőr a világon, a valahol sehol nem létezett bortermelésével. Ugye Magyarországnál persze jelentősen többet termelnek ma már. Magyarország azért alapvetően egy marginális bortermelő nemzetté vált, tehát egészen-egészen komolytalan a mennyiség, amit előállítunk. A világpiaci részesedésünk is egészen komolytalan. Ugye és egyre csökken már, vagy 6-8 éve folyamatosan, tehát már 40 kal is kevesebbet adunk el, mint 6 évvel ezelőtt. A, arról nem is beszélve, hogy drágább borszegmensben, gyakorlatilag a tokai kivételével pff, nem vagyunk jelen, de egészen minimális. E, nyilvánvalóan, hogy, hogy el kéne kellene marketing ehhez, de mondjuk ez egy teljesen más kérdés. Dolgozni kell, tehát ez a lényeg. Záró kérdés, szexárdon miben kellene leginkább változni? Mi az, ami ennek a borvidéknek a legfontosabb most jelen pillanatban ön szerint? Hát én olyan azt gondolom, hogy ki kell találni szexárd imidzsét, a, ami velmi szexárdot meg tudjuk a többiektől. Jelen például sajnos ez nincs kitalálva. Mondjuk ugye Tokaj az egyértelmű, aztán Sopron kitalálta magának ezt a kék frankos városát, ugye, mert hát más nem, nem tudnak. Én ugye nem, nem érnek be a kabernék és a nagyobb testű borokot, tehát kékfrankos tudnak jól készíteni, de igazából szerintem szexádon szebb kékfrankosokat lehet készíteni. Ugye villánynak van egy ilyen imidzse, hogy ott a nagy testű, fantasztikus tanninos borokat lehet, ugye ők is egészében ezt domborítják ki, ugye nekik turisztikailag is nagyon kedvező a helyzetük. Én azt gondolom, hogy, hogy egyrészt először is ki kellene találni, hogy miben nagy ö, szexárd, Mondjuk ez egy, ez egy szerintem egy megfogalmazható kérdés, egy olyan, olyan, kérdés, amivel gyakorlatilag mindenki együtt tud érteni. Persze azt utána el is kéne tudnunk adni. A kadarka nem, nem elfogadható imizs ma már hogy ugye 30 szektárral nem lehet mit kezdeni. Valaha volt a szexádi kadarka, ráadásul nincs akkora a piaca. Új utak, ezek szerint, ezt érzem, ezeket kell megtalálni? Igen, új igen, utakat. igen, igen, valamilyen új utakat. Igen, és nyilvánvalóan kellene valami fajta turiszt, plusz turisztikai vonzerőt adni szexárnak, mert szexárd önmagában a bor nem elég, az csak villányban elég önmagában a bor, mert ugye az egy ilyen pici, kompakt, ilyen gyakorlatilag ilyen skanzel jellegű dologá vált. Szexádon plusz turisztikai vonzerőket kellene, plusz rendezvényeket és ilyen dolgokat behozni. akkor jó munkát kívánjak, ugye? A Igen. beszélgetés végén. Jó munkát, köszönöm, hogy itt volt a nézőknek a figyelmet, köszönöm, várom önöket legközelebb is viszontlátásra.